Egy éve nagy sikere volt a Nyíregyházi Futó Fesztiválnak. A szervezők hagyományteremtő szándékkal indították el a versenyt, ahol több táv közül lehetett választani. Egy 5, 10 és 21 kilométer várta a mozogni vágyókat. Eldőlt, hogy 2022-ben, augusztus 27-én és 28-án második alkalommal is megrendezik az eseményt. Nevezni április 1-től a Nyíregyházi Futófesztivál.hu honlapon. Lesz jótékonysági 1 km, gyermektáv, amely ugyancsak 1 km, 5 km, 10 km és félmaraton lesz. A félmaratont azt egyéniben, párosban és trióváltóban is lehet teljesíteni. A Futófesztivál jól illeszkedik a város sportprogramjai közé, ezért Nyíregyháza is támogatja a rendezést. Ráadásul a Vidor Fesztivál ideje alatt tartják az eseményt. Nyíregyházán nagyon sokan futnak, az utóbbi 10 évben nem is tudom hányszorosára nőtt a létszám, ahogy én érzékelem. Nagyon sok rekordtáv futópályát is építettük, mégis fogunk, a stadion körül is lesz majd egy, az erdei tornapálya, meg azt minden hétvégén látom, hogy nagyon népszerű, és hát ezek a szabad idős programok is nagyon sikeresek voltak, most pedig a Vidor Fesztivál idején lesz majd ez a futóverseny, azt gondolom ez még inkább növeli a látogatottságot. Új főtámogató is érkezett, akik nem csak az eseményt, hanem a szabadidősportot is szeretnék ezzel segíteni. Az idei verseny a második Nyíregyházi Futófesztivál nevet viseli a Vitor Szematik támogatásával. Hosszú ideje foglalkozunk azzal, hogy népszerűsítjük a céget, és nagyon fontos nekünk az egészséges életmód, a céget is próbáljuk ebbe az irányba vinni, és a tavalyi évben kerestek meg minket, hogy esetleg hozzájárulnánk-e valamilyen hasonló rendezvényhez, és idén jött ez a lehetőség, hogy ezt a fesztivált tudjuk népszerűsíteni. A szervezők várják önkéntesek jelentkezését is, tavaly 150-en segítették a viadal lebonyolítását. A futóverseny környezetbarát, nem használnak műanyag poharakat, szórólapokat, ami a fő támogató céljaival is egybevág. Ők jelentősen csökkentették az elmúlt időszakban a felhasznált csomagolóanyagok mennyiségét. Augusztus 27-én egy motivációs estet rendeznek, ahol ismert sportolóktól lehet majd kérdezni, a futóverseny pedig 28-án tartják.